11. fejezet. Démarkában. Este 6 óra körül járhatott, amikor a két fiú kinyitotta Nestorra a villagó garázsának ajtaját. A vasajtó égtelen csikorgása emelkedett fel, és ők egy poros helyiségbe léptek, amelyet a mennyezetről lógó egyetlen villanykörte világított meg élen. A garázs nagy részét egy fehér lepedővel letakart automobil foglalta el. Egy régi Spider volt az 50-es évekből. Működik még? Kérdezte Rick, miután kíváncsi sorságból bekutakantott a lepedő alá. Nem hiszem, túl sok idő telt el azóta, hogy utoljára használták, válaszolta Nestor, miközben megkerülte a kocsit. Itt van, né? Örmögte a témát válta. Felebben tette egy másik lepedőt, amely két egymásnak támasztott régi kerékpárt rejtett maga alatt. Tudtam, hogy még megvannak. Gyerünk, kapjátok el őket. Rick megragadta az egyik bicikli kormányát, nézve a másikét, és kitolták őket a garázsból. Hiha, kiáltott Felik, mikor a napfényre jobban szemügyre vette a biciklit. Régi darabok voltak, sebváltó nélkül, nehéz, fekete öntött vázzal. A gumiknak még jónak kell lenniük, mondta Nestor, és egy pumpát nyomott a kezükbe. Egy kis izommunka, és már is működnek. Azután előkerített egy olajos palackot és egy rongyot. Kenjétek be vele a láncot és a féket. Először töröljétek le a port, azután mehet az olaj, majd megint a rongy, egészen addig, amíg a lánc simán nem fut. De ne spúroltok ám az olajjal, mert ha lánc akad, elszakad. Biztos, hogy jöttünk ezekkel a felúig? Kérdezte aggodalmasan Jason, mikor meghallotta a lánc nyikorgását. Legalább egy mázsát nyomnak. A faluba biztos, válaszolta a kertész. Régi megbízható biciklik ezek. Ami azonban a visszafelé utat illeti, na az már a tüdőtöktől is függ, meg a lábatoktól. Mindenesetre Ulysses Moore és a feleség is ezeket használta. Rick gyorsan felfordította a biciklit, és pumpálni kezdte a kerekeket. Nestor elismerően pillantást vetett a fiúra. Szerette a határozott embereket. Megtudhatnám, mi a csodát akartok ki Markában ilyenkor? Kérdezte a gyerekektől. Jason arca hirtelen kifejezéstelenné vált, annak egyértelmű jelként, hogy fülleteni készül, majd egy olyan bizarr történettel rukkolt elő, hogy az már szinte hihetetlen. Ha lehet, próbáljátok meg nem butaságot csinálni, mondta Nestor, és vacsorára legyetek itt. A szüleitek megkértek, hogy készítsek nektek vacsorát, és nem szeretek feleslegesen dolgozni, mondta. Majd hátat fordított, és magukra hagyta a fiúkat. Negyed órával később Rick és Julia felpattant a két öreg csotrogány nyergébe. Julia is felszállt Rick bicikliére, ami könnyebb és kisebb volt, és miután lejjebb engedte a nyerget, ő is készen állt az útra. Elköszöntek a kertésztől, és kitekertek az udvarról. Nekivágtak a sziklaszírtán futó, lejtős útnak, lefelé a Kilmarkávikiből felé. Julia ment legelő, hajon lobogott a szélben, és az első kanyar bevételekor nagyon csikkant a törömében. Mögötte Jason tekert, félhangosan dühöngve valamin, majd Rick zárta a sort, aki még egyszer a háta fordult, és visszatintegetett Nestornak. Az öreg kertész szemellenzőt formával kezében nézte, ahogy a gyerekek eltűnnek a faluk felé vezető úton. Ki tudja, dörmögte magában. Ki tudja, talán a gyerekeknek sikerül. A lejtő meredek volt, a kerekek őrült sebességgel forogtak, és nem sokára a dombok mögül előbukkantak a falucska házai. Kimolkáv egy tucat színesre festett kis házból állt, az öböl védettebb sarkában. A parti útban számtalan a száraz belsőből érkező út csatlakozott előlegesen, egy sor tétbetűt rajzolva a tengerparti sávra. Mint minden szombaton, most is sok autó körözött a kikötő környékén parkoló helyeket keresve, a sétáló utcán pedig vidám embertömeg hömpölygött. Julia érkezett meg elsőként, lepattant a kerékpárról, amit egy útjelző táblának támasztott. A tábla arra figyelmeztette az autósokat, hogy ne parkoljanak túl közel a parthoz, mert a dagály elsodorhatja az kocsikat. Hé, lustaságok, kiáltotta oda a két fiúnak, mikor azok végre utolérték őt. Ezt a vacakot, dühöngött Jason. Ezen csak két sebesség van, vagy álmi, vagy szágold, mint az eszedelem. Ha meghúzod a féket, lecövekel, ha meghagyod, többé meg nem áll. Csak rosszul van beállítva, meg aztán nehéz is, magyarázta a Rip. A vöröshajú fiú ismét otthonosan érezte magát. Ez volt az ő világa, a sétáló utca bódéi, a strandra futkározó kutyákkal és a gyerekekkel, és a színes világokkal díszített, tengerre néző fateraszos vendégük. Hol van ez a kalipszó? Kérdezte Julia, miközben boldogan nézte az utcán sétáló embereket. Rick elindult, maga mellett tolva a biciklit. Felkaptattak egy kis utcán, amely a szárazföld belső felé vezetett. Maguk mögött hagyták egy férfi szobrát, aki egyik lábát egy horgonyon pihentette, és elértek egy kis térre, amelynek közepén egy régi megalitikus kőből faragott szögőkút állt.
Benne halkan csapogott a víz. Ütni, mondta Rick, és egy kis bolt felett lógó fatábára mutatott, amelyen a következő felirat állt. Kalipszó szigete, a tengerből kimentett remek művek. Letámasztották a bicikliket. Rick kinyitotta az ajtót és belépett. Az ajtófélfára akasztott csengettyű fémes hangon csilingelt. Kalipszó szigete különösen különleges hangulatot árasztott. A környezet barátságos volt, a levegő várakozással és titkokkal teli. Évek sorakoztak a földön és az alacsony polcokon, egyfajta labirintus fényt hozva létre, melynek ösvényei magukra vonták a figyelmet. Jövök már, kiáltotta a tulajdonos, amikor beléptek. Kalipszó aprócska hölgy volt, csillogó szemekkel és bizalmat ébresztő mosolyjal. Világos sejemsát és tündégélű kék ruhát viselt. Egy alacsony sarkú, mandula szín cipő egészítette ki az öltözékét. Rick Banner, micsoda megtiszteltetés! Kiáltott, mikor meglátta a fiút, majd hozzátette. Elhoztad a barátaidat is? Pompás. Nem, nem, hadd találjam ki. Fogadok, hogy ti vagytok a londoni gyerekek. Julia, Jason. Előbb meg készfogása nagyon meggyőző volt. Erős, de nem bántó, barátságos, de nem nyáláskodó. Jövő el, hogy ilyenkorra megbetévettetek a könyvesboltomba. Hány napja is érkezhetek ki a makkába? Nem, nem, hadd találjam ki. Egy hete Kalipszó kisasszony, válaszolta Jason. Hát igen, egy hete, ismételte meg Kalipszó kisasszony. Na és hogy tetszik ki a makáv? Kicsi, igaz? Eldugott? El van zárva a civilizációtól? Dehogy, válaszolta Julia. Igazából azt gondoljuk, hogy persze, persze, vágott közbe Kalipszó kisasszony. Nagy megrázkódtatás lehetett a Piccadilly Circus-ről hirtelen a sós sziklára csöppenni. A Big Ben mellől a mi kis nyavat kilátunkhoz. De hát végtére is a villargóban laktok. Ha valaki egy ilyen villában élhet, hát bizony, az maga a paradicsom. Ki is akarna emelni onnét? A tenger, a kék-kék, fák, mi más is kellhetne? Valójában szóval mi, szólt meg Rick. Persze, persze, tudom én, nem kell lángésznek lenni, hogy az ember kitalálja. Kelthat fel Kalipszó kisasszony, vagy miért is jöttetek? Mi hiányozhat? Egyszerű. Néhány ókönyv. Bravo, Rick Banner. Majd meglátod, hogy néhány okosan gondolkodó városlakó társasága a te fejletése helyére teszi, mondta, majd az ikrekhez fordult. Nem tudom, tudjátok-e, de az ifjú Banner épp annyira szeret iskolába járni, mint egy szamár. Julia és Jason elmosolyodott, mert látta, hogy Rick elvörösödik, és a keze ökölbe szorul a tréfa hallatán. Úgy tűnt, hogy a bőbeszédű boltos kisasszony befejezte mondókáját, mert elhallgatott és meretten nézhet a gyerekekre. Nos hát, milyen könyvet is kerestek? A három gyerek összenézett, mert látszólag, hogy mindhárman azon tanakodtak, ki is válaszoljon közülük. Julia érezte, hogy most rajta a sor és megszólalt. Igazából mi most nem a könyvek miatt jöttünk Kalipszó kisasszony. Nem? Akkor mégis mit szeretnétek? Kérdezte a tulajdonos hölgy megrökönyödve, és hangja élessé vált, mint a borotva. Jason gyorsan közbelépett, hogy megmentse a helyzetet. A nővérem azt akarta mondani, hogy nem csak a könyvek miatt jöttünk. Az igazi ok valóban a könyv, de lenne egy másik kérésünk is. Elmagyarázta hát a postahivatal ügyét, majd Kalipszó kisasszony kezébe nyomta az értesítőt, amit a naplóban találtak. Kalipszó figyelmesen szemére vette a papírdarabot, majd megkérdezte, ki adta nektek ezt? Nestor, fiantette Jason hihetetlen gyorsasággal, és azt mondta, magát keressük. Kalipszó egy pillanatig mérlegelte magában a választ, majd így szólt. De ma szombat van, a postahivatal zárva. Igen, de, kiáltotta Jason, ha megtenné nekünk azt a szívességet, hogy kinyitja egy pillanatra. Csak annyi ideig, míg felvesszük a csomagot, és... Mégis honnan tudod, hogy ez egy csomag? Hát, igazából nem tudom, csak gondoltam, válaszolta elbizonytalanodva Jason. Mindenesetre akár csomag, akár nem, ha a posta nyitva is lenne, akkor sem adhatnám oda nektek. Világosan ide van írva a villargó tulajdonosának. Én pedig nem látok más, csak három gyereket, akik szétdobáltak a bicikliéket a bottom kirakata előtt. Ekkor Julia és Jason magyarázni kezdték, hogy igazából az ő szüleik világú tulajdonosai, de hát eltelt ez a küldemény valójában őket illeti. Most éppen nagyon el vannak foglalva a költözéssel, ezért nem tudtak helyenni a személyesen. Nestor azt mondta, hogy meg fog érteni. Kalipszó kisasszony legyintett egyet. Hát persze, ez jellemző a világú tulajdonosaira. Mindig valaki más küldenek a faluba, ahelyett, hogy maguk jönnének. Akkor ki tudja nyitni nekünk a posta hivatalt? Nem, drágáim, szombat van. Szombat délután a posta zárva tart. Három könyv, mondta erre Jason, és kihívóan tette egy lépést Kalipszó kisasszony felé. Mit mondtál? Azt mondtam, három könyv. Ha kinyitja nekünk a postát és megkaphatjuk a küldeményt,
Elviszünk három könyvet, választhat melyiket, és megígérjük, hogy egy héten belül elolvassuk. Ekkor megszólalt az ajtó felett lógó csengettyű. Egy turista kukkantott be az ajtón, aki azonban, amikor meglátta, hogy egy könyvesboltba tévedt, elnézést kért, és becsukta maga mögött az ajtót. Azt hitte, egy romantikus kis vendégöt talált. Kalypszó szigetére egy csönd repedett. A tulajdonos nő titokzatos arcán azonban egy mosoly jelent meg. Három könyv egy hét alatt, azt mondtad? És ki is kérdezhetlek, hogy lássam, valóban elolvastátok-e? Természetesen, válaszolta Jason. Rendben, áll az alkú, egyezett be a Kalypszó kisasszony, és kezet nyújtott. Három könyv a csomagért cserébe. Hé, honnan tudja, hogy csomag? Kérdezte Julia, de rögtön ne is hallgatott, mert az öccse belerúgott a lábába. Kalypszó kisasszony eltűnt a pult mögött, magához vett egy hatalmas kulcsomót, bezárta maga mögött a könyvesbolt ajtaját, és átszaladt a kis téren. A postahivatal a bolttal szemben volt. Egy negyed óra múlva a gyerekek is a tengerparton álltak. Maguk mögött hagyták a hétvégéző turisták hadát, és egy magányos mólóra vonultak. A sziklaszél tőlük balra emelkedett, a kikötő a sok kis hajóval a jobbjukon derült el. Egy cipős doboz nagyságú csomagot szorongattak a kezükben, amelyet több rétegben barna ragasztó szalaggal tekertek körben, és három fakótésű, szomorúnak tűnő könyvet. Te meg azok a remek ötleteid, dolgozott Julia. Ezt a borzalmas vastagot te olvasod el. Kalypszó az üvöltő szeleket választotta ki neki Emily Brontétól. Réka rejtelmes szigetet kapta a Zsilverntől. Még Jasonnek volt egy hete, hogy átlagja magát Christian Jacques monumentális Ramszeszén. A Jason azonban elengedte a fülemelet Julia méltatlankodását, és neki állhatott, hogy kiszabadítsa a csomagot a ragasztószalagból. Rika telepedett mellé, és nagyon ügyelt, nehogy a doboz tartalma a kicsomagolás hevében a tengerben kössön ki. Néhány perccel később ott volt a kezükben a ragasztószalagtól megszabadított csomag, egy igencsak megtépázott mentolos csokoládé és bombon doboza. Reméljük, hogy ez legalább ehető, jelezte meg Julia. Nyitották a dobozt. Nézzétek, kiáltotta Julia Jason. A dobozban egy halom újságpapír közé csomagolva négy kulcs feküdt. Régi kulcsok voltak, helyenként rozsdafoltok étenkedtek rajtuk. Minden kulcsfeje finoman kidolgozott volt, más és más mintával. Rick véletlenszerűen kivette az egyiket a dobozból, és a fény felé tartotta, hogy jobban lássa. Olyan, mintha egy állat lenne rajta, motyogta. Julia legugott mellé és így szólt. Tényleg, olyan, mint egy leguán, vagy iguána. Valóban, hogy leginkább egy nyitott szájú leguánra emlékeztetett. Jason is kivette egy kulcsot a dobozból. Ez meg mintha egy szamár, vagy inkább ló lenne. Bemutatta a kulcsot a barátainak, akik tökéletesen egyetértettek vele. Julia kezében egy ulat ábrázoló kulcs volt, és rögtön meg is kapta az öcsétől, hogy mindenki a hozzá hasonlót választotta. Még mindig jobb, mint egy olyan állat, ami inkább szamár, mint ló, vágott vissza Julia. Az utolsó kulcs egy jaguárt ábrázolt. Ló, leguán, nyúl és jaguár, mondta Rick. Mellettem mámolva négy kulcsot. Milyen összefüggés lett a négy állat között? Az egyik ragadozó, a másik patás, a harmadik növényevő, a negyedik meg hüllő, összegezte Julia. Az összefüggés rendkívül egyszerű. A világban van egy ajtó, amelyiken négy kulcsuk van. Én már négy kulcs. Egyszerűbb, mint... nincs semmi más a dobozban? Semmi, rázta meg Jason a dobozt, hogy megmutassa, nincs benne más. Újságpapír darabok hullattak ki a földre, és végül egy összetekert pergamen, amit Rick gyorsan felkapott a földről. Nyertem, kiáltotta. Ezt a pergament is ugyanazokkal a hieroglifákkal írták, mint a másikat. Most már hisztek nekem, sziszegte Jason, hosszan vizsgálgatva az immár ismerős írási jeleket. Az öreg Ulysses igenis titkokat őrzött, és még kideríthetjük őket. A tenger felett megint felhőtornosultak. Úgy tűnt, újra vihar készülődik.